tisztességes piaci magatartás az agráriumban nagyon fontos tényező, mondta Dávid Tamás, a Bátaszéki Agrárlogisztikai Központ vezetője. Ennek megfelelően, miután a térség meghatározó ágazata a mezőgazdaság, időről időre fontos minden partner számára az aktuális kérdések megvitatása a sikeres gazdálkodás érdekében. Ezúttal a műtrágya piac alakulásáról esett szó. A termelőknek joguk van tudni azt, hogy a műtrágyák árainak irányai azok lefele vagy felmenő mutatót vesznek. A műtrágya árak egyébként egy nagyon, nagyon nehéz piac, akár hónapon belül az árak lefelmozoghatnak, és mivel a műtrágya igény a szántóföldi növénytermesztő költségvetésének 30%-át teszi ki hektáronként, így nagyon nem mindegy, hogy mikor döntenek. Mi szeretnénk azt, hogyha jó döntést hoznának, ebbe segítségükre nyújtunk, illetve segítségére vagyunk a termelőknek, nem csak a Tolna megyei, hanem az egész ország termelőinek, azzal, hogy egy egyedülálló logisztikai központtal rendelkezünk itt Bátaszéken, ahol az árukat megfelelő minőségbe tároljuk ömlesztve, frissen felcsomagoljuk nekik, és a felhasználáskor szállítjuk nekik címre, így biztonságban érezhetik magukat, hiszen ők is egy különálló gazdasági egység. Egy gazdasági egység az egy üzemként kell működjön, és az üzem egyik fontos eleme az a műtrágya rendelkezésre állása. A termelőknek az igényei, illetve a növénytermesztésben használatos kultúráknak a féleségei azok változhatnak. A termőhelyi adottságok műtrágya tartalma, foszfor, káli tartalma is változik évek alatt, ezért alakulnak ki tendenciák, ezeket a tendenciákat mi a gyártó fele tudjuk jelezni, és azonnal gyakorlatilag fél éven belül egy új terméket tudunk a rendelkezésükre állni. Az agrárlogisztikai központ létrejötte az első állomása volt a Bátaszékre tervezett gazdasági fejlesztésnek. A most létrejövő ipari park már részben ennek az egységnek egyfajta folyamánya. Ennek a folyamatnak köszönhető, hogy rövidesen gyümölcsfeldolgozó is épül az új ipari övezetben. Az információ ma már a legfontosabb kincs, azt lehet mondani. Mi mindent el is követtünk annak érdekében, hogy ebben az információ átadásba bekapcsolódjunk. A város folyamatosan gazdafórumot tartott az elmúlt 5 esztendőben. Az elmúlt időszakban sikerült megvásárolni, illetve visszaszerezni azokat a külterületi földutakat, erre gazdákkal együttműködési megállapodást kötni ennek a fenntartására. Ezeken a fórumokon az Agrárkamara és különböző vállalkozások adtak információt a mezőgazdaság aktuális támogatási lehetőségéről, helyzetéről. Ezek nagyon-nagyon fontos események voltak, és hát nagyon-nagyon fontos, hogy megkezdődött a mezőgazdasággal foglalkozó vállalkozások fejlődése is Bátaszéken. A település számára ez a telephely korábban is nagy jelentőséggel bírt, de egy új funkcióval, mint agrárlogisztikai központ, egy új előrelépést tudtunk a város fejlődésében ezzel is tenni. Nagyon örülünk, hogy ez a cégcsoport megtalált bennünket, és hogy ezt a lehetőséget itt biztosítja a mezőgazdasági vállalkozások számára. Nagyon bízom benne, hogy ez egy fejlődésnek az első lépése, hiszen ráépülve újabb mezőgazdasági vállalkozások, feldolgozók létesülhetnek Bátaszéken. Ennek az első jelei már mutatkoznak is, hiszen a bátaszéki jelenleg épülő ipari parkban egyrészt a város épít egy agrárlogisztikai központot, másrészt már megállapodás van egy gyümölcsfeldolgozó megépítésére is, mint helyszín. Bízom benne, hogy ezek a közeljövőben meg tudnak valósulni, és úgy gondolom, hogy ez Bátaszék számára, mint egy mezőgazdasági jellegű település számára egy újabb kitörési pontot jelenthet. A Tolna megye délnyugati része, ahol most is vagyunk, a Sárközi régió, ez egy elég kukoricás övezet, egy intenzív növény a kukorica, sok műtrágyázást igényel, úgyhogy azt gondolom, hogy optimális a bátaszéki telephely, olyan szempontból is, hogy az M6-os autópálya 1 kilométerre van tőlünk, a vízi úszályozás baja 25 kilométerre van, tehát az áruk mozgatása szempontjából is a legkényelmesebb számunkra is és számukra is. Én azt gondolom, hogy a városi ipari park kialakításának első lépése mi voltunk 2018. júniusában, és azóta a Bátaszék bevezető úton sorra létesülnek az ipari területek, és ugye itt egy gyümölcs feldolgozó fog épülni. Én azt gondolom, hogy egymás segítségére is lehetünk,
az új létesítménynek, mind logisztikai szempontból, mind szállítási szempontból, és azt gondolom, hogy Bátaszék városának és állampolgárainak is egy munkahely lehetőséget biztosít.